Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, és srácok, biztosan hallottatok a híreket, hogy mi történik jelenkerről az Activision Blizzard körül. Így mondom, hogy Activision Blizzard, mert hogy mindenki a Blizzardról beszél, de a kettő az egy egy cég, jó? Úgyhogy Activision Blizzard. Nos, hogy um, aki nem tudta, és amit látjátok, a cím az, hogy a történelmi és politika utolérte a játékokat, és biztosan hallottátok, ugye, hogy az Activision Blizzard kizárta az egyik uh, játékusokat uh, konk konkrétan bliscsán névre hallgató játékosokat a Heroes of the Storm uh, tornamentjükről, és eltították egy évre és minden nyereményét elvették. Azért, mert ez a fiatalember uh, élő adásban azt mondta ugye, hogy szabadítsátok fel uh, Hongkongot, és ezt ugye legközvetítették, őt, őt megbüntették egy évre azzal, hogy átították a tormentó, elvették minden vagyonát, így mondva, és még a közvetítőket is kirúgtak, mindenkit kirúgtak, továbbá. Uh, két fajta, uh, hogy is mondjam, um, Statement, mi ez nyilatkozatot adtak ki, egyet a kínai kormány felé és egyet a nyugati kormányok felé. E és persze a, nyug a kettő jelentősen eltért. És a kínai kormánynak kiadott e nyilatkozatban, nagyjából arról írtak, hogy e semmilyen fajta politikai megnyilatkoztatás nem fogadnak el a játékosoktól vagy a gémerektől, akik ugye játszanak a játékuktól, és hogy ők ezt nagyon sajnálják, és a többi. Magyarul. A lényeg az, hogy a kínai nyilatkozat az úgy nézett ki, hogy bocs kína, nem akartuk, hogy ezt ti lássátok, nagyon-nagyon megbüntettük az illetőt, aki ezt csinálta, ezért kérünk szépen, ne tiltsatok ki a kínai piacról. Tehát az egésznek egy ilyen hangulata volt a nyilatkozata, annak, amit a kínai kormány felé tett az Activision Blizzard. Nyugodtan, sőt, szeretném, hogyha leírnátok a véleményeteket erről a szituációról a komment szekcióban, feldöntést hozott-e az Activision Blizzard azzal, hogy ezt a játékost eltiltották a további versenyekről egy évre, megfosztották a nyereményétől, és hát azért, mert... Ez az illető, ez Chang felszólalt a szabadságért, Hongkong szabadságáért, és egy üzenetet próbált átadni, amit a világ nagy része nem hall, és nem nagyon fogja fel, hogy mi történik Hongkongban jelen pillanatban, és hogy miért olyan fontos ez az ott élők számára, illetve talán ennek a játékosabb blizzcsönk számára. Azóta az Activision Blizzard hatalmas bolykotnak néz, nézett elébe. A saját dolgozóik protestáltak a cég ellen, a saját vezetőik protestáltak a cég ellen. Több nem tudom hány, de több százezer játékos szüntette meg az akkontját, sőt, Olyanok, olyanok történtek, hogy, hogy nem tudták már a játékosok megszüntetni az akkontjukat, mert hogy manuálisan tiltották le nekik, hogy ne tudják megszüntetni a játékosok az akkontjukat. És um, egy szó, mint száz, és ha figyelitek a híreket, nem tudom Magyarországra mennyire jutnak el ezek a hírek, ha nem figyelem annyira a magyar hírcsatornákat, ha figyelitek a híreket, akkor. akkor jelen pillanatban az Activision Blizzard hatalmas bolykodnak néz elébe. Ez köszönhetően természetesen a mostani 21. század divatjának is a cancel culture-nek, tehát hogyha utálunk valakit, akkor mindenki oda megy, és közösen utáljuk. És figyeljetek, kérlek, nézzétek végig ezt a videót, hallgassátok végig azt, amit szeretnék mondani. Két dolog, két dolog szempontjából is azt mondom, hogy ez, ez jó is, és rossz is. De jó gamerek szempontjából, rossz Hongkong szempontjából, és rossz az emberi jogi lesz szabadság szempontjából. Gamer szempontból az, hogy az Activision Blizzard elkövetett egy ekkora baklövést, amit nem igazán tudtak jól lekezelni a, a médiával. Gamer szempontból jó, mert most a gamereknek, nekünk, ha okunk van, Megkapaszkodni valamiben, ahol egy ekkora óriást megdönthetünk, és rákényszeríthetjük arra, hogy változtasson az üzletpolitikáján, a mentalitásán és a gondolkodásmódján, hogy hogyan áll hozzá a vásárlói őzés hozzánk. És ez az apró mozzanat, amivel kiváltott ezt a haragot, ugye köszönhető egy politikai, mondhatni, um, dolognak, egy történelmi, politikai dolognak, hogy egy kicsit mélyebben megértsétek, szeretnék nektek beszélni arról, hogy Hongkong miért és hogyan került jelen pillanatban ebbe a helyzetbe, és miért vannak hatalmas uh, hát lázadások, felvonulások uh, Hongkongban. A ti feladatotok pedig az lesz, hogy eldönteni azt, hogy, hogy mit szeretnénk mi gémerek ebből kiszűrni. Szeretnénk megragadni a lehetőséget, és egy ilyen egy ilyen uh, cégnek megdönteni némileg a hatalmát, hogy változtasson az üzletpolitikáján, vagy vagy szolidarítani egy uh, egy várossal, amely harcol a függetlenségéért és hogy hogy kerülünk mi ebbe a képbe, és egy kicsit magyarázok, kicsit belemegyünk abba is, hogy, meg, hogy miért van az, hogy a hatalmas cégek, kiadó cégek, játékkiadó cégek is félnek a kínai kormánytól, és miért van az, hogy behódolnak gyakorlatilag ennek a kínai kormánynak. Aki nem tudta, annak most mondom, Kínában öm, kommunizmus van. Tehát ott nincs demokrácia, ott kommunizmus van. Két országban van a világon, ahol kommunizmus van leghíresebben elterjedve. Az ugye Észak-Korea, mindannyian tudjuk, és a másik az Kína. Kína kommunizmusa, Kínat, Kína és a kommunizmusa jelen pillanatban Kínát felrakta a térképre, mint az egyik vezető gazdasági országot a világon. Na de, maga Hongkong és a a csatája az egy kicsit mélyebbről ered, mint a mint ahogy gondolná. Konkrétan az 1800-as évekből mondható vissza. Volt egy, régen volt egy olyan 1800-as években, volt egy olyan háború, amit úgy hívtak, hogy ópium háború. Ez az ópiumháború háború azért tört ki, mert hogy az angoloknak nagyon kellett tea. Igen, jól hallottátok, tea. Uh, Anglia akkoriban ak ak elég szar volt, szarban volt. Az éjszak... Um, bocsánat, a nyugatindői társaság is éppen elég nagy szarban volt. A lényeg az, hogy kellett nekik valami kereskedelmi, új kereskedelmi partner, és Anglia Kína felé nézett, és amúgy is Kínából lévő jövő, nyugat-európába jövő cuccok, azok nagyon értékesnek számítottak, és ami Angliát illeti nagyon értékesnek számított a tea, mert az angolok belezúltak a teába, és ők teázni akartak, és ha hiszitek, hanem az a 10%-át az akkoriban, a 10%-át az angol, um, hogy is mondjam, gazdaságnak a tea-a képezte, a tea a te a Kínából, de hamarosan Anglia kezdett kifogyni a pénzből, amit fizethet Kínának, a teának. Ráadásul a kínaiak rettentő módon szigorították a kereskedelmet a Nyugattal, azért, hogy a Nyugat ne vegye át túlságosan a kereskedelmi irányítást Kína felett. Na most ugye az angol kezdtek kifogyni és kitalálták, konkrétan a, a nyugati indiai társaságnak az egyik angol vezetője, mindegy, kitalálták azt, hogy hó, hó srácok, hát mi itt Indiában tudjátok, mit tudunk csinálni? Ópiumat. Elkezdtek ópiumat gyártani, és ugye mit csináltak, elkezdték becsempészni Kínába. Tömegével kezdték el becsempészni Kínába. És ez ugye azt jelentette, hogyha fekete piacon bement az ópium, Kínában ráadásul tiltott volt az ópium, magyarul, a kínaiak feketén fizettek az ópiumért, és az ugye átkerült az angolokhoz, az a pénz, az angolok meg a kínai pénzzel fizettek a teáért. Oké, okay? trükkös. Megvolt az ezt az angoloknak, ugye? Ezért a kínaiak morcosak lettek, és háború lett. Háború lett, amit végül... Um, Anglia megnyert, és maguknak követelték a Hongkongot. De Hongkong akkoriban nem volt semmi más, csak egy pár szigetcsoport és nagy pusztaság, semmi nem volt ott. Csak egy kis város. Na most Hongkongot a britek megszerezték, kereskedelmi szempontból nagyon jól jött nekik, és Hongkong virágozni kezdett. Oly szinten virágozni kezdett, hogy későbbiekben a kínai, a kínai gazdaság 23%-át tudta kitermelni, csak Hongkong önmagában. És 1997-ben a britek elhagyták Hongkongot, Margaret Thatcher volt akkoriban a brit miniszterelnök, a kínai elnökkel írtak egy szerződést, ami úgy neveztek, hogy One Country, Two Systems, egy ország, két rendszer azt sem így fordíthatnám le, és ebben ki volt kötve, hogy 1997 után, uh, Anglia kivonulása után Hongkongból uh, Kína megőrzi uh, Hongkongnak a szabadságát, a szólásszabadságát, emberi szabadságot, gyülekezési szabadságot, mindent, ami a nyugati filozófia képvisel, ezen a téren is a demokrácia képvisel, Kína azt tiszteletben tartja uh, konkrétan 2047-ig. Szóval így állunk. Ugyanis az eredeti szerződésben, miután Anglia megnyerte a csatát, arról szólt, hogy Hongkong az angoloké lesz 100 évig, 99 évig. És bár az angolok nem gondolták komolyan, hogy vala és vissza kell adják Hongkongnak, a, a, Kínának Hongkongot, ezért mondtak csak 99 évet, ami számukra felért örökké valóságot, de a kínaiak komolyan vették. Lejárt a 100 év, az angolok visszaadták Hongkongot, megcsinálták a, a az új szerződés, mi szerint 2047-ig, 50 évig a szerződést, a 197 et most már 2047-ig, Kína békén hagyja Hongkongot, és hagyja élni tovább, ugye Hongkong némileg vissza fizet Kínának, tehát része valamilyen szinten a gazdaságnak, de a demokratikus jogait megőrzi. Ami szép és jó is lenne, csak Kína ezt nem akarja ezt tiszteletben tartani. És Kína jelen pillanatban olyan politikai intézkedéseket tesz a háttérben, hogy a Hongkongnak a demokratikus politikai részét megdöntse, továbbá nagyon-nagyon-nagyon készül arra, hogy hát aféle inváziót készül tenni uh, Hongkong ellen. Egyelőre politikailag próbálja megnyerni magának Hongkongot, hogy olyan embereket állít a, a, a pártok élére, vagyis a, a politikusok élére, amik többnyire uh, kommunista pártiak olyan cégeket próbál pénzelni ilyen uh, például Kína-Hongkongban, amelyik tolják előre a kommunista nézeteket és pártokat ha meg katonailag még nem is szállja meg, mert az ország nagyobb botránt keltene nemzetközileg, de rettentő módon próbál olyan törvényeket hozni, ami a hongkongiak demokratikus élet stílusát megnehezíti. És ez az, amire a hongkongiak jelen pillanatban küzdenek, ez a szabadságuk az, amiért a hongkongiak jelen pillanatban küzdenek. Na most, ez a játékos bliscsang, hogy visszatérjünk, és most tudjátok a sztorit, az egész mögött. Ez a játékos felszólalt ezért a szabadságért, és a kérdésem az igazából, hogy helyesen tette, amit, uh, amit tett, egyet értetek-e azzal, amit tett, hogy mint egy gamer, és mint tudva, hogy hogy ez nem szabad, vagy nem illik, vagy benne van a szerződésében, ki tudja, hogy politikai nézeteket uh, csináljon, mégis felszólalt valamiben, amiben hisz. És az Activision Blizzard rettentő módon sújtott le rá erre a játékosra, elvéve konkrétan a jövőjét, tönkretéve és elég komolyan megbüntetve, továbbá egy segnyaló nyilatkozatot téve a kínai kormány felé, szimplán azért, hogy a kínai kormány ne tiltsa ki a kínai piacról, mert tudjuk, hogy az ázsiai piac hatalmas ebből a szempontból minden játékkészítő számára. Minden bizonyal hallottatok a Tencent nevű uh, játék kiadó, játék kiadó cégről mondhatjuk így. Ez egy kínai cég, uh, jelen pillanatban a világ leghatalmasabb, legnagyobb játék kiadó tulajdonos cége, ha így mondhatni. Az Activision Blizzardból, ha jól tudom, akkor 10-20%-ot um, a magáénak tudhat, az EA-ből 10%-ot, az Epic Games-ből 40%-ot tudhat magának. És, 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 ezek a legnagyobbak, ugye? És sok-sok-sok-sok-sok másik kisebb kiadótól, kisebb kiadó teljes mértékben felvásárolt, amelyek ugye Amerikában Uh, felelhetőek, rengeteg kiadót felveselt, ami 100%-ban a Tencent kezében van. És ugye a mi nagyobb kiadók is, akik, akiktől veszük a játékot, Activision, EA, Epic. Uh, ezek mind a Tencent kezében vannak, bizonyos százalékban. Uh, nem csoda, hogy ezek a cégek keresik a kegyeit ugye a kínai kormánynak. A kínai kormánynak mondom, nem a kínai cégnek, mint Tencentnek, hanem a kormánynak, mert a kormány tudatosan pumpálja a pénzt azokba a cégekbe, amelyik befolyást szereznek nyugaton. Ebből, ebből a szemszögből kell eldönteni, hogy, hogy hova lesz, hol van a szabadságunk, miért engedjük, hogy egy cég ezt tehesse velünk, miért támogatunk egy ilyen céget azzal, hogy megvesszük a termékeit, én is bűnös vagyok vagyok, és én itt nem, hogy is mondjam, bűnbakot keresek, oké, okay? hanem inkább felteszem a kérdést az, hogy ez lehetne egy lehetőség, hogy a jövőbeli a Activision Blizzard címeket mellőzzük a pénztárcánkból, hogy hogy érezzék azt a nyomást, hogy a, a nyugati piac is meglehetősen nagy nyomást tud gyakorolni egy ilyen cégre, de jelen pillanatban bolykott folyik, a média nagyon felszólalt ez az egész ellen, és remélhetőleg, hogy ez um, egy gamer győzelem lesz tulajdonképpen, megint csak, mint múltkor az IE, vagyis az Star Wars Battlefront 2 volt, és ez, ez nem csak megmaradt gamer körökben, már politikusok is felszólaltak Amerikában, és uh, véleményt nyilatkoztattak ezzel kapcsolatban, és mindenki elítélte az Activision Blizzardnak a, a viselkedését, és azt, hogy hogyan, um, kezelték ezt, ezt, az ügyet, és többnyire mindenki egyetértett azzal, hogy az embereknek megvan a joga a szólás a szabadsághoz. És ezt, ezt jelen pillanatban a Blizzard elvette ettől a fiatal embertől. Nem, hogy csak ezt ezt vette el, hanem a játékaikba, a chatfilterben minden szót, ami valamilyen szinten megemlíti azt, hogy szabadítsátok fel Hongkongot, Free Hongkong, HK, akármi, ami Hongkonghoz illetően, vagy azzal kapcsolatos szó lenne, a chatfilterükbe teljes mértékben kitiltották, úgy, hogy ezek nem káromkodások. Ezzel szabályozva a szólás a szabadságát. És így van, így esik, hogy megesik, hogy egy külső tényező faktor, birodalom, kormány, ország ám, befolyásszerez szerez a mi szólás szabadságunk fölött, a mi nyugaton élő emberek szólás szabadsága fölött, de ez már az én véleményem volt, jó? Ez már, ez már ez 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 az én véleményem volt. Ti vagytok a bírái hogy nekünk, mint gémereknek ehhez közünk kell -e, hogy legyen, vagy megtartsuk ezt gamer berkeken belül, meddig terjedhet, vagy meddig maradhatunk ignorensek az eseményekkel kapcsolatba, amelyek folynak a világban, és Meddig törődhetünk csak a mi magunk gamer dolgával, mert ez itt már tiszta, hogy a, a játékipar több, mint aminek valaha is gondoltuk volna, hogy lesz, és olyan határokon átnyúló ereje van ennek az iparnak, és nekünk gémereknek, amiről soha nem gondoltuk volna, hogy lesz. Ezzel zárnám ezt a videót, srácok, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, remélem eljutottatok a végéig. Hashtag macskabugyi annak, aki eljutott a végéig, a komment szekcióba írja le. Hashtag macskabugyi, köszönöm, hogy meghallgatotok, következő videóig. Sziasztok!